Isten igazából nem is tudom, hogy mit jelent ez a szakma. Próbáljam ki, és ezért is kerestem olyan munkahelyet, ahol sérült emberekkel foglalkozhatom. Ferenczy Tímának hívnak, szociálpedagógusként végeztem a Soproni főiskolán. Érettség után nem vettek fel főiskolára, el kellett mennem dolgozni. Felnőtt értelmi megsérült intézményben tudtam munkát találni, ahova felvettek érettségivel. Sikerült a felvételim szociálpedagógus szakra. Levelezőin végeztem, hisz már ekkor úgy gondoltam, hogy egy kis gyakorlati tudást már szereztem ebbe a pár évben, úgyhogy nagyon szükségem volt az elméleti tudásra. Nem csak gyógypedagógus tud foglalkozni sérült emberekkel, hanem egy felnőtt értelmi sérült ember, szociálpedagógus is tud, szociális munkás is, hisz ezek is segítő foglalkozások, mivel hogy ők felnőtt emberek, így nem kimondottan gyógypedagógusra van szükségük, mert nem tanítjuk őket írni, olvasni, hanem inkább a mindennapos dolgaikban, tehát a szocializációjukban, a szinten tartásukban kell őket segíteni. Sérült embereknek egyéni fejlesztési tervet kell készíteni. Ebbe a fejlesztési tervbe nagyon sok minden belekapcsolódik. Egy-egy kulturális tevékenység, egy-egy szabadidős tevékenység, vagy kreatív tevékenység, akár még ami nagyon fontos, a munka tevékenység, hiszen ezek az emberek akkor érzik magukat teljes értékű embereknek, ha tudnak dolgozni, és azért az elvégzett munkájukért pénzt kapnak. Én el tudom fogadni őket olyannak, amilyenek, azzal a képességgel, azzal a tudással, amilyenek, és ez soha nem volt kétség, hogy valakin azért segítsek, mert hú, de sajnálom, mert nem tudja megcsinálni, hanem inkább azon gondolkoztam, hogy hogy jutok odáig, hogy meg tudja csinálni, vagy valamilyen olyan segítséget kapjon, hogy benne legyen az a sérült embernek is a saját munkája ereje. Bármikor az utcán találkozók megismernek, nevemen szólítanak, és mindig üdvözölnek. Azt érzem, hogy kölcsönösen adtunk egymásnak olyan emlékeket, amik bármikor visszaidézhetőek. Hogy egy szociális munkás, szociálpedagógusnak a munkája azért nem egy elismert a munka. Azért az országban nagyon sokan nem is tudják, hogy egyáltalán létezik. Azt se tudják, hogy például ez egy diplomához kötött munka. Azt gondolom, hogyha a segítést nem azért tesszük meg másokkal kapcsolatban, mert kell, muszáj, hanem azért segítünk, mert ez belőlünk fakad, akkor ez egy hivatássá válik.